Derűs napot kívánunk minden kedves hallgatónak, ez a Kérdezzel Nógrádi Györgytől aktuális adása, a mikrofonnál Király Tamás, a vonal túlsó végén pedig Nógrádi György, itt van velünk már is, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, én köszönöm szépen, hogy szerepelhetek. Az előbb még nem találtam a kérdéseket, azt mondta, hogy kérdezzem meg, hogy hogy van, meg mit reggelizett, úgyhogy ez az első kérdés. Én ezt poénnak szántam. Mióta élet, hál' Isten jól vagyok, lent vagyok a horvát tengerparton, és egyik ámulatból a másikba esek. A tenger gyönyörű, hát én 40 nyáron át itt voltam átlag 3 hónapot. Az árak az egekbe mentek, tegnap voltunk a váron, egy gombóc fagyi forintban mondom az árát, 850 forint volt. A faluban, ahol vagyok, az egy tál ételek 5-6 ezer forintba kerülnek, és ami nekem baromi fura, hogy egy 800 ágyas szállodában nyaralunk, ahol 3 munkon kívül ez a nejem, a lányom és én, senki nem visel maszkot, holott elvileg kötelezők ki is vannak tévatáblák, senki nem foglalkozik vele. Nagyon kíváncsi vagyok, ebből milyen járvány lesz, de ez a magánvéleményem. És nem próbálják betartatni a szabályokat? Nem, senkit nem érdekel. A pincéreken úgy van a maszk, hogy az óruk kilóg, hogy levegőt kapjanak. Tehát nagyon érdekes ez az egész. Őrületes tömeg van, tehát azt lehet mondani, hogy bármi történik, a tengerpart tele van, miután a görög tengerpart, a török tengerpart elég nehéz a tűzesetek miatt. Teljesen tele van Horvátország. Várvárosában gyakorlatilag várni kellett, hogy az ember beüljön valahova, ahol megint iszonyú árak voltak. Én a pandémia előtt 40 nyáron át mindig itt voltam, láttam, hogy mennek föl az árak, de ami most van, az szörnyű. Én beszélgettem emberekkel, akik azt mondták, hogy értsen meg, hogy itt 2-3 hónap van a tengerparton, hogy az évi kereset meg legyen, és hát ennek megfelelően alakulnak az árak. Amire a válaszom az, hogy ezt meg lehet csinálni, mert turista rengeteg van, az éttermek tele vannak, és az árak tükröknek. Azért vicces ez az egész, mert akik a Balatonra járnak nyaralni, azok azt mondják, hogy ha egy kicsivel több pénzt vinnénk magunkkal, akkor akár már Horvátországban is nyaralhatnánk, sőt lehet, hogy olcsóbban. Akkor ezek szerint, akik Horvátországban vannak, ők is elégedetlenek. Lehet, hogy ők meg azt mondják, hogy Ázsiába kéne menni, ott biztos olcsóbb, de oda most egyrészt azért a pandémia alatt annyira nem lehet menni, másrészt azt hallom, hogy például Tájföld, Bali, és ezek is rengeteget drágultak már a járvány előtt is, szóval lassan szembesülni kell azzal, hogy sehol nem lehet olcsó nyaralni. A válasz az, hogy így van, valamikor talán vissza fognak állni a régi árak, nem tudom. Én azt tudom, hogy éveken át 4-szer voltunk lent Maldív-szigeteken, és a tengerparti luxus szállók teljes ellátása a napi 70 euró volt, ami a 24-25 ezer forint, tehát ebből is Horvátországban semmit nem lehetne elérni, de zárójelbe érzem meg a Balatonnál sem. Nem tudom, hogy milyenek az árak, azt tudom, hogy Maldivon, aki dolgozott, az indiai volt, Sri Lankai, Bangladesi és pakisztáni, na most ebben a térségben tombol a járvány, tehát lehetetlen megmondani, hogy mikor áll vissza idézőjelben a normál nyaralás. A másik, hogyha már egyszer megemelkedtek az árak, akkor én nagyon nehezen tartom elképzelhetőnek azt, hogy azt mondják, hogy jó, akkor most nem kérünk ennyi eurót, kevesebbet kérünk, tehát az is lehet, hogy ez már így marad. Önnek tökéletesen igaza van, ezt akkor lehet csinálni, ha a turista azt mondja, hogy máshova megyek, de jelenleg nem tud máshova menni. Tehát jelenleg egy rendkívül nehéz dolog van a pandémia miatt, amiről senki nem tudja, hogy meddig fog tartani, és ha megnézzük, egyre inkább megy föl a betegek száma például Németországban, ahol mindenki boldog volt. A németek egy hetes állomány néznek 100 000 embernél, és ez 200 főnél katasztrofális. Ez lement pár héttel ezelőtt 3-ra, de már ma reggelre visszament 20-ra. Tehát azt lehet mondani, hogy a pandémia terjed. A horvátokat már vörös besorolásba tették. Nagyon nehéz megmondani, mi lesz. Az eddigi előrejelzések nem jöttek be. A 4. járványvírus csomag, az indiai vírus itt van a nyakunkon, és az előrejelzések szerint szeptemberre tombolni fog Európába. Tehát lehetetlen megmondani, ennek mikor lesz vége, lesz a 5., 6. és x. járvány. Na ennyit a járványról és a turizmusról, és akkor jöjjön az első kicsit komolyabb kérdésem. De ez is komoly dolog, csak ez meg egy komoly
komolyabb kérdés. Így szól az első kérdés, tehát tisztelt tanár úr, mi a véleménye a tálibok előrenyomulásáról Afganisztánban? Igazak azok a hírek, miszerint azért ennyire bátrak, mert kiegyeztek a kínaiakkal? Mi a kínai, mi az orosz és mi az amerikai helyzet? Nem, bocsánat, mi az amerikai álláspont jelen pillanatban? Kíváncsian várom a válaszát Mirtil Gárdonyból. Köszönöm. Ez egy jó kérdés, ha kapok 40 percet, kifejtem, így pontokban mondom. Egy, Afganisztánban évtizedek óta polgárháború van. Én aláhúznám azt, hogy polgárháború. Ebben a polgárháborúban 79. decemberében beavatkoztak a szovjet csapatok, és rendkívül érdekes. 2-3 napig béke volt. Nem hiszem, hogy az illető elég öreg, olyan idős, mint én. Én emlékszem, hogy 79. decemberében még egyszer néhány napig a kedélyek megnyugodtak, utána újra felángolt a polgárháború. A szovjetek ezt a háborút elvesztették, vesztesen kivonultak. Utána bejöttek az amerikaiak 9-11 után. Hihetetlen érdekes volt az amerikai cél. Az amerikai cél az volt, hogy ezt az egész térséget, a muzulmán világot, Marokkótól Indonéziáig amerikai minta szerint demokratizálni szeretnénk. Ez egy őrült baromság volt. Ezt lehetetlen végrehajtani. Ennek egyfajta része volt az arab tavasz, ami sehol nem volt sikeres. Na most ettől kezdve az amerikaiak és a velük szövetségbe bevonulók németek, angolok, többek közt a magyarok egy-egy pozíciót elfoglaltak, de soha nem uralták a vidéket. Nem tudták a lakossághoz megnyerni. A térségben a kábítószer az alaptermelés már mielőtt valaki kijavít, mert ezen van óriási profit. A hadurak gyakorolták a területükön a hatalmat. A hadurak kompromisszumokat kötöttek egymással és az ott lévő szövetséges csapatokkal. Rengeteg volt a nyugati halott. Én egy példát hagyjak el, végigjártam Afganisztán. Voltam a német táborban, ahol afgánok főzték a kávéteját, és mondtam a német parancsnoknak, hogy egyesével vadászták a németeket a táboron kívül, miért nem mérgezik meg itt a kávét és a teját, és abba persze sokkal több halott lenne, mire a német parancsnok rám nézett, és azt mondta, amit választ nagyon sokszor kaptam Kínával, hogy rosszul látom a helyzetet. Mondom, miért? Mert amíg a helyi törzsmönök havonta megkapja a zsebbe a pénzét, addig a táborok belül nincs merénylet. Mondtam, remélem nem lesz informatikai szakadék, de fordítsuk le magyarra. Ez azt jelentette, hogy kompromisszumok tömege volt mindig a tálibokkal. A tálibokat visszaszorítani tudták, megsemmisíteni nem. Nekem elképesztő volt néhány évvel ezelőtt, amikor az ország észak-déli irányba átmenő főútvonalán a hágókat elfoglalták a tálibok. Ha berobbantják, meghal az országba közlekedés, és nem robbantották be, mert élekelet előtt tökéletesen tudták, hogy az időnek így dolgozik, és győzni fognak. A szövetségesek most 9-11 évfordulóján úgy döntöttek, pontosabban az amerikaiak, hogy kivonulnak. Ennek van egy szépség hibája, elfelejtettek konzultálni az ott lévő többi NATO országgal és egyéb országgal. Máshogy fogalmazva, mi készkényként kaptuk, hogy a szövetségesek közül az amerikaiak kivonulnak, mi csináljunk, amit akarunk. Amerikai infrastruktúra, amerikai technika, amerikai vezetés nélkül Afganisztán tarthatatlan. Mindenki bejelentette, hogy kijön. Ettől kezdve mi a stratégia? Az amerikai stratégia az, hogy kötöttem egy kompromisszumot a tálibokkal, kijövünk és megváltjuk, hogy mi lesz. Mi a kínai stratégia? Én, mint Kína, évekkel ezelőtt fölvásároltam a legfontosabb bányákat. Ezek előbb-utóbb termelni fognak. Ha nem most, akkor x év múlva. Mennyi az x? Nem tudom, de nekem technik szempontjából mindegy. Van időm, kivárom. Mi a tálib stratégia? Nekem nagyon vigyázni kell, mert el fogom foglalni az országot. Már 85% az övék. Mindent el fognak foglalni. A kérdés az, hogy akarnak egy kompromisszumot a mai kormány, a papíron igen, a valóságban nem. Teljhatalmat akarnak, és meg fogják szerezni. Következmény. A 300 000-es afgán hadsereg pillanatok alatt föl fog bomlani. Egy része át fog állni a talibokhoz, egy része el fog menekülni. Tessék megnézni az elmúlt napokban, Türkmenisztán és Üzbegisztánba átmentek katonai erők, mert a talibok körbevették őket. Hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy az amerikaiak az elmúlt napokban bombázták az amerikai nehéz technikát, mert amit ott hagytak, nehéz fegyvereket a kormányerőknek, azok mind átkerültek a tálibokhoz. Mi a kínai stratégia? Én elfogadom a tálibokat azzal a két feltétellel, hogy ne támogassák a nemzetközi terrorizmust, mivel nem tudom megfogalmazni, mi a nemzetközi terrorizmus.
konfliktust, ezt a talibok elfogadták, és ne támogassák a Kínában élő muzulmánokat, az ujgurokat. Mit mondtak a talibok? A világ minden muzulmányát támogatni fogjuk, kivéve az ujgurokat. Évekkel ezelőtt volt egy német külügyminiszter, aki már nem fő, úgy hívják, hogy Frank-Walter Steinmeier, aki azt mondta, hogy van egy szó, ezt meg kéne jegyezni, ez németül úgy hangzik, hogy realpolitik. Ez magyarul realpolitika. Tetszik vagy nem tetszik, a talibok ezt csinálják. Ők lesznek az ország urai napokon, heteken belül. Amit most a kormány mond, hogy 3 hónapig ne jöjjenek vissza a menekültek. Bocsi, hol lesz ez a kormány 3 hónap múlva? Tehát az afgán helyzet az jelenti, hogy ezt a háborút elvesztettük. Lesz, aki ezt ki fogja mondani, lesz, aki nem. Elképesztő mennyiségű technika pusztul el, őrületes anyagi kár és rengeteg személyi veszteség. Ettől kezdve a tálibok az ország urai lesznek. Kérdés, hogy fognak kijönni a pakisztáni vezetéssel? Milyen kompromisszumokat fognak kötni a szomszéd országokkal? Az oroszok számára a fő probléma a muzulmán terrorizmus. Már erről tárgyalt az orosz védelmi miniszter az elmúlt napokban Sojgu a kínai kollégával. Erről tárgyalt Lavrov orosz külügyminiszter a kínai kollégájával. Máshogy fogalmazva, az oroszok számára Afganisztán másodlagos, az elsődleges az, hogy ne legyen támasza az Oroszország ellen létező, működő muzulmán terrorizmusnak. Hihetetlen érdekes lesz az afgán kérdés. Most mindenki azt magyaráz, ami a szájíze szerint kedvező, de a valóságban a talibok át fogják venni a hatalmat. A probléma az, hogy azok az afgán vezetések, akiket a nyugat hatalomra segített az elmúlt évtizedekben, azok mind megbuktak, alkalmatlanok voltak és korruptak. A következő kérdés a táliboknak a stílusával meg eredetével kapcsolatos, így szól. Számtalan elemzést hallottunk évtizedek óta Afganisztánról, ahol a tálibok a megtestesült gonoszként vannak címkézve a média által a köztudatban. A világ társadalmai tudják egyáltalán, hogy kik is a tálibok? Valójában milyen eredetű történelmű nép is a tálib, és mi a céljuk a szabadságharcukkal? Egy hasonló, csak harciasabb kisebbség, mint Oroszországban a csecsenek, vagy Törökországban a kurdok? Válaszait lelkesen várom, hálás köszönettel, Gábor Sümegről. Köszönöm. Pár évvel ezelőtt voltam Sümegen előadni, nekem tetszett. Kezdjük az elején. A csecsenek az egy népcsoport a Kaukázus térségében, ahol a népcsoport rendkívül megosztott. Ők nagyon komoly támogatást kaptak, amikor elkezdték az oroszokkal szembeni háborújukat. Az oroszok több háborút vívtak a csecsenek ellen. A csecsen vezetés egy része, ha úgy tetszik, az oroszok ellen, egy jelentős része az oroszok mellett volt. A kurdok az egy teljesen más kérdés. A kurdok rendkívül szerencsétlenek. Több 10 millió kurd él ma Irakban, Iránban, a volt Szovjetunió déli köztársaságaiban, Törökországban, Szíriában, stb. Nem tudják elérni, hogy önálló otthonuk legyen. Ez egy nagyon nehéz dolog. Szíria északi részét a törökök megszállták pontosan azért, hogy ne jöjjön létre kurd autonómia, mert egy kurd autonómia veszélyt jelentene a mai Törökország határaira, hiszen Ankarától délre és főleg keletre kurd többség van. Nagyon nehéz, ha figyeli valaki a nyugati híradásokat, az elmúlt napokban egy török faluban élő kurd családot csak azért, mert kurdok fölkoncoltak. Tehát nagyon-nagyon nehéz a kurd kérdés. A tálibok Afganisztánban élnek, és az afgán társadalom jelentős részét teszik ki. Miután a nyugatiak kivonulnak, nincs ellenfelük, nincs ellenségük. Lehet, hogy lesz. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy eldöntsem, hogy Washingtonban, Londonban, Párizsban, Berlinben milyen politikát találtak ki. Jelenleg a tálibokkal szemben az egyetlen mozgatható erő a hadurak. Na most, hogy ezek a hadurak fölvállalják-e a harcot saját önön érdekeik miatt a tálibokkal, vagy kiegyeznek, ezt ma még nem lehet megmondani. Volt olyan afgán hadúr, akit egy pillanat alatt megöltek, nagyon-nagyon komoly veszélyt jelentett a nyugati és a tálib érdekekre. Tehát ezek lesznek a jövő stratégiai kérdései. De ma az afgán társadalom zöme jelentős része a tálibokkal egyet tud érteni. A nagy kérdés az, hogy a tálibok milyen politikát fognak folytatni. Nekem meggyőződésem, hogy a korábbi politikát magyarul nők nem tanulhatnak, aki nincs velem, az vagy meneküljön el, vagy kivégzem. Tehát itt nem lesz semmilyen demokrácia. Aki azt hiszi, hogy itt bármiféle demokrácia lesz, az mellé nyúl.
És akkor még egy kérdés Afganisztánnal kapcsolatban, ami így szól, üdvözlök mindenkit a műsorban. Afganisztánban nem csak a NATO, de korábban a Szovjetunió is leszerepelt. A kérdésem az, hogyan lehetséges, hogy a világ legerősebb hadseregei, akiknek megvan minden erőforrásuk, technikai kütyűjük, pénzük, stb., nem képesek legyőzni ezt a tálib mozgalmat. Ilyen erős a tálib hadsereg. Elképzelhető, hogy a NATO és az orosz hadsereg egy közös katonai akcióval fellép a tálib uralom ellen? Válaszát előre is köszönöm a tanár úrnak, üdvözlettel egy idealista. A válaszom a következő: egy. Szálljon rá 3-4 ezer forintot, és megjelent egy könyv Bob Woodward-tól. Ő volt az, aki a Watergate ügyet elindította és megbuktatta a Nixon akkori amerikai elnöket. A Woodward mindenről ír könyvet, van egy könyve, megjelent magyarul is, Afganisztánról, baromi érdekes, ahol leírja, hogy az amerikai légierő 2-3 nap után nem tudott mi bombázni. Hát nem voltak célpontok. Mi a probléma? Fantasztikus a NATO hadsereg, van éjjel NATO készülékünk, van mindenünk. De a tálibok fönn vannak a hegyekben, kis csoportokban. Ezeket ki lehet írtani, őrületes pénzügyi összegbe kerül egy-egy csoport kivégzése. A lakosság jelentős része soha nem szimpatizált se az ott lévő szovjet erőkkel, se a NATO erőkkel. Nem véletlen az, hogy most a tolmácsokat megpróbálja mindenki kimenekíteni. Tehát a válaszom az, hogy a tálibokkal a lakosság döntő része szimpatizál, vagy legalábbis elfogadhatónak tartja, mert nem kér a külföldi uralomból. Én nagyon sokszor elmondtam, és ismétlen, volt egy afgán közmondás, amelyik úgy szól, hogyha Isten büntetni akar egy nemzetet, megengedi, hogy bevonuljon Afganisztánba. Ez tökéletes igazság. Én voltam a magyar bázison Afganisztánban, voltam a német bázison, Afganisztán jelentős részét körbeutaztam. A lakosság soha nem fogadta el a megszállást. És nem volt olyan bölcs a NATO, hogy kitaláljon egy stratégiát arra, hogy az afgán hív mit akar, amiket kialakítottak. Fejlesztjük a hadsereget. Persze, hogy mindenki belépett, hát kapott fizetést, és alig volt ellenség. Fejlesztjük a rendőrséget, de ahogy komoly helyzet alakult ki, akkor látni kellett, hogy se a rendőrség, se a titkosszolgálat, se a hadsereg nem működik. Tehát a válasz az, hogy ma a tálibok Afganisztán urai, és a jövő az rendkívül kétséges. Én rengeteg menekülőt várok. Amit mondott, hogy orosz-amerikai együttes erő meg lehet csinálni, ők se ilyenek semmit. Nem tud a magas hegyeken mit csinálni 3-10 fős csoportokkal. Föl lehet vinni erőket, horribilis pénzbe kerül. Én mondok, ő azt írja, hogy ő idealista. Mondok én is valamit, ami azt mutatja, hogy bennem is van idealizmus. Én azt várnám el, tudom, hogy ez hülyeség, hogy most, amikor koronavírus van, és hullanak az emberek, és nem tudjuk a betegek számát, mert például Afrika lakosságának 2%-a van beoltva, akkor összefognak a világ tudósai, hogy megmentsék az emberiséget. Szó nincs róla. Folyik a harc, hogy ki melyik oltóanyagot reklámozza. Egymást lejáratása folyik a szaksajtóval. Tehát egy ilyen kérdésben, ahol a lét és nem lét a tét, még ott sem tud az emberiség sajnos összefogni. Köszönjük szépen, és akkor most egy kicsit más téma. Tisztelt tanár úr, mindig örülök annak a rövid tájékoztatásnak, amivel a világ aktuális eseményeit megvilágítja. Köszönöm. Kérdésem, hogyan és miért került Erdogan kezébe az Hagia Szofia, hiszen eddig múzeumként működött. Hallottam a hírekben, hogy Merkel járt Ankarában, utána meg pár hónappal muszlim kézbe került. A németek mondtak le róla? Annak fejében, hogy ne engedje Erdogan a migránsokat? Én a németekből mindent kinézek, hiszen a katasztrófa alappénzeket is odaadták a migránsoknak. Szégyen teljesnek tartom, hogy a keresztény világ lemondott az ókori bazilikáról. További jó egészséget önnek és Király Tamás csapatának is. Köszönöm, hogy kitalálták ezt a műsort, Erzsébet Németországból. Köszönöm. Hát én elég gyakran vagyok Németországban. Ha van kedve Erzsébetnek, jöjjön oda valamelyik előadásomra, ha környékén leszek. A második megjelzésem az, hogy Erdogánnak nincs ellenzéke. Aki ellenzék, az pillanatok alatt részekre szabdalja, kizárja a parlamentből, az esetek egy részébe börtönbe zárja. Én mondok egy mondatot, amire nem tudom a választ. A PKK, tehát a kurd párt terrorszervezet, igen vagy nem? A nyugati vezetők fele török nyomásra azt mondja, hogy igen, a másik fele azt mondja, hogy nem.
Erdogan ma teljhatalmat gyakorol az országba, azt csinál, amit akar. Merkel többször megszégyenítette. Hát egyszer, amikor Merkel még frakcióvezető volt, CDU-CSU, és nem volt kancellár, akkor Berlinbe tárgyalnia kellett Merkellel, és Erdogan azt mondta, hogy számára az, hogy egy nővel tárgyaljon, az megalázó. A második megjegyzés. Hát amikor leültek tárgyalni, mert Merkel kancellár volt, akkor Erdogan kitette a török zászlót, de nem volt hajlandó kitenni a német zászlót. Most a von der Leyennek, aki egy hölgy, aki az Európai Unió papíron egyes számú politikusa, nem tettek oda fotelt, amikor tárgyaltak. Tehát az erdogáni politika az egy öntörvényű, egyszemélyes vezetési politika. Meddig marad Erdogan? Nem tudom megmondani. Van társadalmi ellenzéke? Igen, de ha kinyitja a száját, másnap börtönbe kerül. A katonai pucsot egyszer majd föl fogják dolgozni. Biztos, hogy nem úgy történt, ahogy ma mondják, mert az, hogy kézifegyverekkel felszerelt rendőrök megállítják a harckocsikat, ilyen a népmesében van. Tehát máshogy fogalmazva, ma Erdogan Törökországban és a térségben azt csinál, amit akar, zárójel. Tessék megnézni, hogy bejelentette, hogy a földközi tenger keleti medencéjében ő termeli ki a kőolajat és földgázt. Volt ellenállás? Minimális. Tessék megnézni, hogy Líbiában most hoztak létre török katonai bázist. Tessék megnézni azt, hogy milyen török stratégiai célok vannak többek közt a Kaukázusban, többek közt Egyiptommal szemben, többek közt Szíriában. Tehát ezek nagyon nehéz kérdések. Az Erdogan ma fütyül mindenkire, ő pénzt akar, Európa odaadja a pénzt, mert Európa nem tudja a migránsokat föltartóztatni. Na jöjjön, még egy kérdés. Kérdésem Nógrádi Györgyhöz, lehet arról hallani, hogy egy cég magánhadsereget toboroz Magyarországon. Mennyire javasolja a fiataloknak, hogy ilyen küldetésekben részt vegyenek, és mik a nemzetközi tapasztalatok a zsoldosokkal kapcsolatban? Gondolkodom, hogy én is részt vegyek-e ilyenben, az erő és a lelkesedés megvan hozzá, de nem tudom, jó ötlete. Köszönöm a válaszát, egyúttal gratulálok, minden adását meghallgatom. Üdvözlettel Botond Szabadkáról. Hát Szabadka az egy nehéz terület, én voltam ott. A jugoszláv polgárháborúk nagyon nehéz, sok kérdést vetnek föl. Én erről egy-két mondatot hagyniak. Egy, az összes jugoszláv háború háromszög háború volt, ott két fél, akik nem szeretik egymást, összefogtak a harmadik, a szerbek ellen, akik még jobban nem szerettek. Kettő. Volt egyszer egy 17 milliós Jugoszlávia. Most van 7 ország a területén. Életképes lesz ez a 7 ország? Nem tudom megmondani. Ha erre választ adok, akkor olyan ellenzékem lesz, hogy ahhoz képest az Erdogan egy mélységes demokrata. Tehát ezek nagyon nehéz, fölfoghatatlan kérdések. Menjünk tovább. Magánhadseregek. Ilyenek mindig voltak a modern történelemben, és most is vannak. Amerikai magánhadsereg előrzik az amerikai bázisokat többek közt Irakban, többek közt a világ számos pontján. De ezekre az emberekre más jogszabályok vonatkoznak. Relatíve sok közülük a halott. Tessék megnézni, hogy Afrikában ezeket a magánhadseregeket bevetik. Tehát a válasz az, hogy itt jól lehet, viszonylag jól lehet keresni, de nagyon nagy a halál, a sebesülés, vagy annak a valószínűsége, hogy az illetőt elfogják, megkínozzák, kivégzik, nem végzik, és a többi. Tehát a válasz az, ha ő enélkül is tud boldogulni, akkor boldoguljon. Ha nem tud boldogulni, akkor neki kell döntenie, hogy vállalja azt a rizikót, amit egy magánhadsereg mindig takar. De mondjuk az állami hadseregek nagyobb védelmet biztosítanak? Az állami hadseregek teljesen mások. Az állami hadseregeket csak a törvény alapján tudom bevetni. Egy magánhadsereget az utasítások alapján vetek be. Ha én egy magánhadseregben vagyok, akkor hónap mondhatják, hogy én bevetlek téged Burkina Faso-ba, valamelyik Kongóba, Ugandába, bárhol. Ha én egy ország hadseregében vagyok, mint a magyar, akkor megvan az, hogy hány fő lehet misszióba külföldön, és ha valaki megnézi, akkor a misszióban lévő erőinkből, hál' Isten, Afganisztánban volt sajnos néhány halottunk, de attól eltekintve a magyar hadsereg jól működött, alig voltak veszteségeink, sebesültjeink, a magyar hadsereg katonáit jól kiképezték, normális fizetést kaptak, tehát teljesen más a kettő.
Na és akkor végezetül egy könnyedebb kérdés, amely így szól. Tisztelt tanár úr, a tévében folyamatosan figyelem, hogy mennyire fit és egészséges. Érdeklődni szeretnék, hogy mi a siker titka? A délutáni alvás, az egészséges életmód, a sport? Mit tud tanácsolni, hogy amikor 70 év fölötti leszek, én is olyan legyek, mint ön? Bár ez még kicsit később lesz, üdvözlettel Bálint, egy 14 éves gimnazista. Köszönöm. A válaszom az, hogy ez egy nagyon érdekes dolog. Egy, én évtizedek óta minden délután alszom. Tegnap kirándulni voltunk, így nem tudtam aludni. Hát este már bezuhantam az ágyba, és reggelig egyfolytában aludtam. Kettő. Ami a sportot illeti, én Churchill nézeteit vallom, hogy semmi sport. Tudom, hogy ez nem illik semmilyen koncepcióba. Én évekig asztali teniszeztem, elég jól ment. Kb. 32 éves koromig, 33 éves koromig rendszeresen heti 3-szor teniszeztem. Nagyon sokat úsztam, de alapvetően nem sportolok. Nagyon ritkán idegesítem föl magam, imádom az életet, imádok enni, imádom a csokoládét. Egyszer megkérdezték ki a példaképpen, mondtam, hogy bombószartúr, lehozta az újság. Én így élet, nagyon szeretem a tortákat, régebben mindig 10 tortát megettem egyszerre. Szerencsés vagyok, pont. Nógrádi György, köszönjük szépen, és Isten tartsa meg ezt a jó szokását. Én köszönöm.